A Tolna megyei önkormányzat kezdeményezésére gyűltek össze a régióhoz tartozó írott és elektronikus sajtó munkatársai. Fehérvári Tamás elnök elmondta, hogy a Tolna megyei emberek büszkék a településeikre, épületeikre, kultúrájukra. Hozzátette, számtalan régiót népszerűsítő folyamat indulása várható a jövőben. Amelyek arról szólnak, hogy a települések közelebb kerüljenek egymáshoz, és érezzük magunkat itthon Tolna megyében. Ebbe is sikeresek voltunk szerintem, és most ezt próbáljuk tovább folytatni újabb ötletekkel, újabb javaslatokkal. Most éppen a gasztro megyéről beszélgetünk, ami szintén a megyei önkormányzatnak egyik kezdeményezése és jól működő története. Azt gondolom, hogy fontosak számunkra a Tolna megyei emberek, és szeretnénk szolgáltatni nekik és segíteni őket abba, hogy jól érezzék magukat itt a megyében. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a megyére mindig is jellemző volt, hogy az önkormányzat és a média egymás munkáját kiegészítve jól együtt tud dolgozni. Az elmúlt években számtalan sikert értünk el közösen itt a megyében, és úgy gondolom, hogy a média, a politikusok, közéleti személyiségek, önkormányzati vezetők, civil társadalom csak egy összefogva tudunk dolgozni, és örülök annak, hogy az összhangot mindig megtaláltuk, nem csak az elmúlt években, hanem egész hosszú időszakra visszamenve. Nagyon fontos az, amit együttesen teszünk, hiszen külön-külön a munkánk nem érné el azt a sikert, amit így együtt meg tudunk teremteni. Az eseményen Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő úgy véli, hogy a média résztvevői merjenek egymásra is támaszkodni, hiszen a legfontosabb dolog a lakosság hiteles tájékoztatása. Bízhatnak bennünk, hogy mi hiteles információhoz juttatjuk őket. Mi megbízhatunk bennük, hogy ezeket a hiteles információkat tovább is adják a olvasóknak, tévénézőknek, és ez egy jó együttműködés. Én azt mondtam, hogy csak együttműködés keretében lehet bármit is alkotni, építeni. A Tolna megyei vezetőség szerint fontos, hogy a közvélemény korrekt tájékoztatása érdekében kölcsönösen jó kapcsolatot ápoljanak a médiával.